Kispest számos történelmi, építészeti és természeti kincse közül is talán a legértékesebb az itt élő és alkotó művészközösség. Az egyenlők között is elsőként Haraszti István édeske. A most 84 éves művészről szól a következő portréfilm. Én csak a hős anya kitüntetést nem kaptam még, meg mindent elértem, amit csak akartam. Illetve még azt is, amit nem akartam. Úgyhogy én elégedett vagyok avval, amit elértem, és ha újra kellene kezdeni, ugyanígy csinálnám. Nem szívleli a körmönfont mondatokba bújtatott semmitmondást, szorítkozunk tehát a lényegre. Édeske kinetikus szobrászművész. Honlapján Val arcpoétikájáról és Sík Csaba művészeti írótól idéz. Haraszti nem született művésznek, akadémiai képzés sem nevelte azzá, azért művész, mert a művészet közeledik hozzá. Mindig azt hajtott, hogy embereknek olyasmit mutatni, ami által engem megszeretnek, vagy megharagszanak rám. Én mindig olyan emberekkel beszélgettem, olyan emberekkel voltam kapcsolatban, akik nem lehúztak, hanem fölemeltek, akiktől tanulhattam, akikkel, ha beszéltem, odafigyeltem arra, amit mondanak. Hát napokig el tudnám mondani azt a sok tízezernyi barátomat, akik nekem vannak, akikkel jó barátságban vagyok. Ezt erre úgy tudtam szert tenni, hogy ők kis részben megszerettek engem, de főleg megszerették a munkáimat, és a munkáimon keresztül beleláttak az én lelki világomba. Na most ebből adódik az, hogy én mindig olyan munkákat akartam csinálni, és sikerült is, amik engem jelképeztek, amik az én hozzáállásomat az emberekhez, a világhoz, a törvényekhez, a gonoszsághoz, a mocsokhoz kötöttek. Szóval mindig azt mutatták, amire én gondoltam. Nem akartam sose, hogy ez erről szóljon, vagy ez arról. Automatikusan azzá alakult, mert nem tudtam más csinálni. Hát egy nőnek csak egy gyereke születhet, kutyája nem születik, vagy kismedvéje. Hát ezek adottak. Ez egy ilyen piciből kiindulva nől meg a dolog. Mikor én egy darab vasat a kezembe vettem, még fogalmam se volt, hogy mi lesz belőle. De itt valahol belül már kezdett alakulni. És az az első pillanattól kezdve már magába hordozta azt, amivé vált később. A 2018-as választások körüli feszültségtől sokan óvták, hiszen a közélet, a politika most is, mindig is befolyásolta kedvét, hangulatát, alakította életét, pályáját. Baloldali beállítódását magától értetődően vállalja, de a hatalmon lévő rendszert az egyén, az individuum szempontjából mindig kritizálta, kritizálja, ha volt, vagy éppen van miért. Munkássága nagy részében a Kádár rendszert. Konkrétan mi nem tetszett önnek abban a rendszerben? Mi az, ami ellen tulajdonképpen lázadt? Na, ez egy nagyon jó kérdés, és még soha nem kérdezték meg tőlem, és én nagyon nehezen tudom ezt megmagyarázni, de az volt a lényeg, hogy én a rendszerrel egyetértettem. Szóval nekem tulajdonképpen semmi bajom nem volt, én szerettem azt, hogy mindenkinek van munkahelye, kevés koldús ember létezik, meg minden. Én az oroszokat az első percemtől kedve a mai napig gyűlölöm, undorodom tőlük. Iszonytatóan rossz emlékeim vannak az oroszok bevonulásától, Csöglén értem ezt meg. Nagyon-nagyon rossz emlékeim vannak, és nem tudom kitörölni magamból azt, hogy én minden orosz gyűlölök. Az egy nagyon csodálatos cselekmény volt, hogy megszabadítottak bennünket a fasizmustól, hogy megszabadítottak a Hitlertől, megszabadítottak attól az iszonyatos
világtól, ami az volt. Hát én annyira undorodtam a horti időszaktól is, hogy az nem igaz. De én nekem addig kellett volna, hogy felszabadítás, hogy megtörtént, mint ahogy Ausztriából kész, megtették, amit kellett, hogy hívják, az amerikaiak is végtelenül sok áldozatuk volt, meg minden, de mégse ragadtak ott, és mégse diktáltak. Szóval hogy itt voltak a nyakunkon, és mindenbe beleszóltak, és mindent ők akartak megszabni, hogy legyen, hát emlékszem, volt egy ünnep, és akkor jött egy valami oroszul beszélő figura, ellenőrizte, hogy a fénymásológépek le vannak-e blombálva, néha még a folyosó részt is le kellett zárni, ahol valami röplapot esetleg lehetett volna csinálni. Szóval az oroszoknál már ez egy olyan csúcsra volt járatva a biztonság, amit ránk erőltettek, és szóval összességében egy én azt láttam, hogy senki semmit nem tehet annélkül, hogy onnan ne kapna rá jóváhagyást. Egyik fő művének tartja a madárkalitkát, amely a Székesfehérvári Szent István Múzeumban található. A kalitkában lakott egy madárka, akinek mindene megvolt, a jóléthez volt. Etetője, itatója, fürdetőhelye, fürdőhelye, hintázó rúdja, egy automatikus számlálón keresztül láthattuk, hogy a súlya gyarapszik-e, mindene megvan, jól érzi magát, és hogyha akart, akkor leült a madárka ide erre a pihenő rúdra, ami küldött egy jelet a kalitka ajtaja felé, és a kalitka kétszárnyú ajtaja akkor kinyílt. Megnyílt az út a szabadsághoz. Azonban abban a pillanatban, amikor a madárka elhagyta ezt a pihenőrudat, leszállt róla, a kalicka ajtaja automatikusan bezárulik. Ez azt jelenti, hogy a szabadság csak elfen tud megvalósulni. Így érezte magát Édeske a 70-es években, sokat magával, de abban az időben állítólag sok művészettörténése értelmezte pontosan, hogy miről szól ez a mű. Maradandót alkotni, ez a művészet dolga. Olyat, ami mindig, mindenkorban meg tudja szólítani az embert. Vajon mit mondanak, illetve mondanak-e valamit a klütyük, a luftbarmok, a kisgömböc vagy a többi haraszti alkotás az utókornak? Szerintem a képek ötletesek voltak, kreatívak, szépek, vidámak, színesek, újragondolóak, művésziek és átgondoltak. Voltam egy szomorú volt, voltam egy vidám, volt furcsa is köztük nekem. Meg voltak olyan képek, amiket szerintem semmelyik ember sem használt volna újra, az olyan dolgokat rakott vele, és szerintem az összes kép nagyon szép volt. Kreatívak voltak, gyönyörűek voltak, és elgondolkodtatóak voltak, visszaemlékeztetőek, és érdekesek voltak. A visszaemlékeztetőek ezek, tehát például a régi merőkanalak, meg az órák, meg ilyenek, és ezért volt ez nekem így fontos, hogy ez feltétlenül benne kell, hogy legyen. Szerintem szépek voltak a képek, kidolgozottak voltak, vittesek, vidámok és újraalkotottak voltak. Én nagyon kreatívnak látom a képeket, és precíznek. A legtöbb képet különbözőnek látom. Lehet, hogy részt, de kevés képet látok egyszínűnek. Szerintem ezekkel a festményekkel azt akarja elérni a bácsi, hogy ilyen elhasznált dolgokból is lehet valami újat alkotni. Az ecseteket mikor elkopnak egy kicsit, vagy kullanik ebben a szőrük, akkor eldobják. Na most ezek azok az ecsetek, amik így a hosszú évek során így összegyűlnek, és én sajnáltam őket kidobni, gondoltam magammal, a rajtuk lévő festék összetartja őket, és akkor lett belőle egy ilyen kompozíció csinálva, ecsetek, ugye? De valaki ránéz, és valamit eszébe juttat. Szerintem olyan, mint egy ecsetűzesés. Mintha valaki egy nagy vászonra akarna festeni, csak hogy nem egy ember, hanem több ember, és így egyre társadalmanak az ecsetek. Tehát, hogy mintha egy ilyen
óriás vászonra kéne festeni, és ugye összeszedt egy pár embert, hogy akkor ezt vessék fel azt a képet, amit ugye megadtak nekik, és akkor ugye egy halomból az sok ecset. Nagyon sok szín van itt, és szerintem azt akarja a bácsi kifejezni, hogy mennyiféle színű emberek vannak, hogy mennyiféle színű érzés van. És nem csak sok szín, hanem sok forma, sok ötlet, sok történet, humor, játék és meg annyi anyagba zárt tartalom fejezi ki édeske véleményét, észrevételeit a világgal kapcsolatban. Akár mondjuk arról, hogy a levegőt már pedig meg lehet számolni. Mivel? Hogyan? Nos, az erre a célra megalkotott levegőszámlálóval. Csak lekezdázok. Mikor gyerek volt, amikor az ember úgy kialakul valahogyan, hogy akkor mi vette önt körül, amire most emlékszik belőle? Hát boldogabb voltam, hogyha valahonnan kilophattam egy csavart, mert az a csavar engem érdekelt. Én soha senkitől semmit el nem vettem volna, egy falat, kenyeret, semmit. Engem csak a technika érdekelt. Volt egy kicsike kis bőröndöm, és abba gyűjtöttem mindent, ami fémből volt, aminek formája volt, amit két dolgot össze lehetett illeszteni, és a bombázások alatt, a megszállás alatt, mindig az a kis bőrönd velem volt, és az volt, az mindené kárpótolt. Én abból mindig valamit építettem, valamit kitaláltam, hogy hogyan lehet játékokat, csak olyanokat kértem, meg kaptam, amikből saját elképzeléseim alapján lehetett valamit csinálni, és ezt én ki is használtam. Hát itt van egy ilyen ceruza, ilyen töltött ceruzája volt az apámnak. Én ezt abban az ide, azért tartjuk ezt, ezt egyszer a bólapiacon találtuk, de ugyanaz. És ez azért van itt, mert én ezt 3 éves koromban szét tudtam szedni, és össze tudtam rakni. Bárki számára, aki találkozik egy-egy haraszti művel, nyilvánvaló, hogy az alkotója különleges ember. Édeskét minden korban, minden média, írott és vetített sajtó, a titkosszolgálat, a piaci és a művészvilág, illetve a művészetre fogékony laikus is felfedezte magának. Munkásságát számtalanszor feldolgozták már, a szakma és az átlagember számára, mindenféle nézőpontból, időről időre, de legalábbis egy-egy jubileumkor biztosan. Aki beüti nevét bármely keresőbe, az internetről még azt is megtudhatja, milyen szőnyeget vásárolt Berlinben, vagy azt hány évig él családjával fürdőszoba nélküli lakásban. Érdekes történetek keringenek a barátságos, szabad szellemű alkotóról, a kommunikatív, melegszívű, különc művészről, a szórakozott emberről. Például a Kokáért egy alkalommal saját kiállítás megnyitójára indult Budapestről vidékre vonattal, a címet nagy vonalakban jegyezte csak meg, valójában nem is a címet, inkább az irányt. Hiszen mikor megérkezett Székesfehérvárra, és várakozásával ellentétben nem látott egyetlen plakátot sem a kiállításról, nem is a gyanú, hanem a segítségkérés okán telefonált a kiállítást rendezőnek érdeklődve, merre haladjon. Hamarjában kiderült, Veszprém helyett Székesfehérvárra utazott. Az irány tehát stimmelt. Mit is lehetne ezekhez még hozzátenni? Miért érdemes újra és újra körülnézni házatáján és elgondolkodni megint ugyanarról? Talán azért, mert a munkák megszületésétől időben eltávolodva minden egyes új válasz egyre jobban láttatja édeske igazát, a világrendjét az ember és a rendszer viszonyának tengelyében. Világossá válik a mű és a mondani való időtálló. A haraszti szobrokkal töltött minden perc mai szórakoztató, elgondolkodtató, gazdagító és lélekemelő. Nem csupán érdemes, de még mindig izgalmas rácsodálkozni aktualitásukra, az őket megteremtő kreativitásra, ötletgazdagságra.
és mindezeken felül a kivitelezésre, az anyagokra, az új értelemmel felruházott régi tárgyakra. Ezek mentén az egyszerű gondolatok hosszan tartó világnézeteket boncolgató és formáló párbeszéd kiinduló pontjaivá válnak, és elgondolkodtatnak, vajon az egyre bonyolultabb világ nem ugyanarról az alapigazságról szól-e, miszerint az egyén feladata az őt mindenkor körülvevő rendszer felülvizsgálata és saját helyének megfogalmazása mindebben. Ez a belső gondolat és érzelemgazdagság jellemzi a művész mimikáját is, melyet Skoda Éva kortárs, pontosabban sorstárs portréja is tükröz. A végeredmény az én azonos, vitalitásában még mindig megkapó, a korral bölcsülő, szeretetteli ember, akit magát is támogató szeretet vesz körül. Én azt láttam, ahogy készült, hogy az elején egy ilyen nagyon vivid, nagyon élettel teli váz lett, nagyon fiatal ember volt az elején, és az életteliség, a hangulat végig megmaradt, és közben megidősödött az az ember ott a portrén. Elképesztően izgalmas volt, és az volt még az érzésem közben, hogy szerettél vele babázni. Hát igen, persze, hát ez az élvényvezetem. Azért van benne egy kis kínlódás, meg tehát az anyaggal való valami, ami jó egyébként. De hát ez szeretjük be. A karakter rögtön ott volt, de az elején sokkal puhább volt, és a végére valahogy kontrasztosabb lett. Az Éva az úgy kezdett engem most lefesteni, ahogy megismert. Igen. És aztán úgy alakította, ahogy én öregedtem, és a végére az lett belőle, ami most vagyok. A jelent a múlt sikereinek felelevenítése és a család jelentik. Elsősorban a mindig mindenben támogató társ, Éva. Miben támogatja önt Éva? Egyre több dolog van. Hát szóval én már annyira elszoktam az önálló élettől, hogy én már semmiben nem akarok dönteni, szóval nem hiányzik a döntés. Nekem, ha hízitek, hanem papír, pénz, nem is emlékszem, hogy utoljára mikor volt a kezembe. Szóval én vásárolni nem voltam körülbelül 40 éve. Szóval mióta Berlinből hazajöttünk, én 10 forintot nem költöttem el közérbe, vagy valami. Az ecserin. Tessék? Ecserin. Ott is az Éva fizetett mindenhol. Hát ez semmi. Hát ott már annyira ismertek, hogy én megvettem valamit, mondom, hogyha jön az Éva erre, akkor mondja meg neki, hogy ennyit kell kifizetni, és akkor az Éva kifizette. Én nálam sose volt pénz. Az alkotásban is segítő társa volt. Hogyne, hát nagyon sok olyan munkám volt, amiben kellett egy segítség, és hát ő meg se a barátaimat nem nagyon tudta szívelni. Hát az, hogy valami nőnemű lény környékezett meg arra, meg aztán még jobban vigyázott, hogy nehogy valami közös kapcsolat a legcsekélyebb mértékben is ki tudjon alakulni. Engem a soha nem zavart, hogy minden csajt megölelget, meg megposzélja, meg mit tudom én, szóval mert így közelítettek egymáshoz, mert ő egy ilyen figura volt, és ez engem soha nem zavart. Arra viszont vigyáztam, hogy tovább ne tudjanak menni. Rajta tartottam a kezem a dolgokon, úgyhogy csak odáig. Hol és hogy találkoztak először? És szerelem volt első látásra? Hát mondhatni, hogy igen, ez nagyon érdekes dolog volt, mert én nem jártam sehova Pesten szórakozni,
Édeskese nagyon, neki volt egy baráti társasága, és a Zoltán Erika apja ott zongorázott, ami van az a, hogy hívták azt a kört? Tengerszem, hogy menjünk a József Attila telepen, ott van egy kör alakú épület. És két barátnőm, az pedig az egyiknek bevonult a vőlegénye katonának, és mondták, hogy menjünk már el valahova szórakozni. Hány évesek voltak? Hát már majdnem 18-17. És elmentünk mi oda, pont egy szilveszter után. És édeske is teljesen véletlenül meg elmentek megnézni az atyát, hogy hogy zongorázik ott az ő baráti társaságával. És így. Egyikünk se járt szórakozni, de a sors az így hozta, hogy véletlenül pont akkor ott kellett, hogy legyen mind a kettőnk. Se előtte, se utána, soha egyikünk se volt ott. Az volt az az egyetlen egy alkalom, amikor ott összeismerkedtünk. És táncoltak, vagy rögtön a igen. művészet, igen. vagy is? Nem volt édeske, akkor a művészettel nem foglalkozott. Na most ezt is azért tudni kell, hogy én az egész művészetének a kialakulásának a tanúja vagyok kezdettől a végig, mert ő valamikor a 60-as években tanult festeni a Désibe, azt ő akkor abba hagyta. És neki volt egy kis picike kis szobája, meg egy kis pici konyha rész, amit ő valami fantasztikus módon alakított ki, egy nagyon csodálatos picike kis lakása volt. És hát az díszítette. Tehát, hogyha oda szükség volt egy falon egy képre, akkor ő festett. Vagy egy szobor kellett, akkor csinált egy szobrot, vagy egy ötvös munkát. És már egy jó fél éve ismertük, amikor ő elhatározta, hogy ő az ötvös művészettel fog foglalkozni. Tehát először neki ötvös munkái voltak. Egy vagy két éven keresztül, de valahogy ezek úgy alakultak és szoborrá váltak. És az, hogy mobil szobrászat, ő azt nem is tudta, hogy ilyen létezik a világban, vagy hogy az egy művészeti forma. És egyszer valaki beszélt erről neki, hogy ő neki mozgó szobrokat kellene csinálni. És akkor édeske azt mondta, hogy az ő neki nem ügy, mert ő neki az megy, hát az a vérében van, az ő olyat tud csinálni. Több évtizede együtt, jóban, rosszban, külföldön és itthon. Különleges otthonukat is együtt építették fel. Közös gyerekek, közös az öröm és a bánat, és főleg közös az érdeklődés és a munka. Végül is az egész életemnek a pozitívuma ott van, hogy mindazok a munkák, amik születtek, azokról én már akkor hallottam, amikor még el se készültek. Tehát reggelente leültünk kávézni, édeske elmondta, hogy mit szeretne csinálni, és akkor azok megjelentek a szemem előtt. És azok hát sokszor még szebbek, meg még jobbak lettek, mint amilyennek ő ezeket elmondta. És ezt nem adom semmiért se. Amikor még nem tudtam segíteni neki. Aztán később, meg mikor már fizikailag is kellett, hogy segítsek bele, akkor már éreztem, hogy itt azért nem csak egyszerű háziasszony vagyok. Bár hosszú évek során az voltam. Szóval az Éva mindig egy mérleg volt az én életemben. Volt, mikor egy kicsit lehozott, hogy a lehetetlent ne próbáljam, és volt, mikor már nagyon lent voltam, akkor fölemelt, mert azt mondta, hogy ennyire már nem szabad lejjebb menni. Tehát ezt így nem érdemes megcsinálni, mert ilyenből sok van. Szóval ő mindig tudott engem azon a szinten tartani, ahol én jól éreztem. Tehát adott a véleményére, és befolyásolta. Igen, mindig elfogadtam a véleményét, és ez szerencsére hasznomra vált. Mi segítette ebben a támogatni tudásban? A szerelem, a művészet szeretete, vagy a siker, a benfentesség? Ez mind elsősorban, de volt benne egy olyan dolog is, hogy az én szüleim nagyon fiatal koromban, 5 éves koromban elváltak. Az 50-es években ez még nem volt szokás. Akkor én átkerültem Szlovákiába rokonokhoz, és a határt lezárták, és nagyon sokáig az anyukámmal se találkoztam. Apámmal meg sose, és én mindig az apám után vágytam. És akkor édeskét én megismertem, nekem volt egy ilyen apa iránti szeretetem, ő nálam több mint 10 évvel idősebb, és amit ő mondott, az én nekem, tehát ő minden volt. Ő nekem volt az apám, volt a párom, volt a szerelmem, volt a gyerekeimnek az apja. Barátja. A barátom, és szóval minden. Az emberi kapcsolatok bonyolultságáról szól édeske 2004-es Áramlás kapcsolatok című munkája is. A kapcsolatban a szálak elkezdődnek viszonylag egyszerűen, aztán bonyolódnak, sokkal több összefüggés, sokkal több szál kerül bele a rendszerbe,
És a végén valahogy minden újra jobban értelmezhetővé válik, leegyszerűsbödik. Tulajdonképpen igaz ez akár egy kapcsolatra, akár egy emberöltőben való kapcsolatokra, vagy a világ egészére is. Ezeket a golyókat Édeske egyébként Ócskavastelepen gyűjtötte be, kiszanált darub csapágyaiból. A munka a Kispesti Önkormányzat épületét díszíti. Én arra lennék kíváncsi, hogy hány évig csinálhatta ezeket a képeket? Hogy mondjuk sok időbe telt-e, vagy kevés? Melyik a legfontosabb képe, vagy alkotása? És neki melyik kép tetszik a legjobban, tehát úgy értve, hogy melyik a legvidámabb kép, amit festett életében? Hát, azt se tudnám megmondani, hogy melyik a legvidámabb, mert hát, ami nekem vidámság, az másnak szomorúság esetleg. Vagy ami másnak vidám, arra én emlékszem, hogy nagyon rossz emlékeim fűződnek hozzá. Én arra lennék kíváncsi, hogy ez a sok ilyen összegyűjtött dolog összesen mennyit érne. És hogy ez a galéria neki mennyire fontos. Hát ez egy öröm, mert az egyik lányunk majd fog rá vigyázni, és majd kezeli tovább a benne lévő dolgokat. Itt az Éva uralkodik, ő akaszgatja föl a munkákat, ő intéz mindent, ő vigyáz arra, hogy ne legyen luk a falon, mert ha valaki megvesz valamit, akkor azt rögtön pótolni kell egy másikkal. Hát 400 vagy 500 munka van, amiből lehet válogatni, hogy mindig mindenhol legyen valami. Melyik a legutolsó műve? Melyik a legutolsó? Hát azok a lőszeres képek, amik ott vannak. Gondoltam, hogy ilyen történyeket úgy visszaemlékeztem a gyerekkoromban, hát akkor lehettem, hogy 8 éves, 42-ben, és akkor hogy ezekből csinálok emlékezésképpen egy ilyen képet. És akkor az interneten, a Facebookon meghirdettem, hogy szeretnék ilyen töltényt, ilyen kilőtt hüvelyeket. És hoztak nekem annyit, olyan sokat, hogy a végén úgy kellett elvitetni a papírzacskókba, mert már nem tudtam fölhasználni. Készült belőle vagy 42. Egyet szerettem volna, de körülbelül mondom 40 készült, mert nem tudtam abba hagyni, és sok volt az anyag hozzá, és akkor mindenféle töltényeket, ezeket az üres kilőtt hüvelyeket fölhasználtam. Nagyon szépek. Szépen. Szerintem olyan képeket kellene hazavinni, ami a mi stílusunkhoz is illene. Nem csak, hogy mondjuk hazaviszel egy képet, ami egyébként mondjuk fekete és te a világos színház passzol. Te melyiket vinnéd haza? Én azt a ceruzásra a képet, meg a kéti narancsága soralátétes képet vinném haza. Aki ezeket a képeket, meg tárgyakat, szobrokat csinált, egy vidám ember lehet? Hát igen, mert hát annyira büszke lehet ezekre a festményekre, hogy annyira eljönnek, hogy lássák az ő műveit, amiket ő csinál. Akkor örültök, hogy eljöttetek? Igen. Igen. És megjegyeztétek az ő nevét? Igen, azt is, az Édeske. Született 1934. október 31-én. Kassák, Munkácsi, Kossuth és Hazám díjas kinetikus szobrászművész. Kispest díszpolgára, Magyarország érdemes művésze. Egy lázadó virtuóz, őszinte, érzékeny ember, egy örök gyermek túl a 80-on. Amikor észrevette, hogy túl van a csúcson, és hogy fizikai korlátai vannak, és az alkotás nem úgy megy, mint régen, vagy nyilván volt egy olyan pont, amikor úgy döntött, hogy többet nem fog, azt hogy érte meg? Hát, ez olyan hihetetlen, vagy hát van erre egy nagyon jó szó, amit most nem jut eszembe, hogy ez
úgy volt, hogy mindig azt mondtam magamban, hogy szeretnék, édes Istenem, 80 éves koromig egészségbe dolgozni. És ez megadatott. És mikor betöltöttem a 80 évet, akkor valahogy, hát úgy voltam, hogy ha az ember valami munkát elkezd csinálni, meg kell hozzá választani az anyagot. Most nagyon durva leszek. Szarból nem tudok dolgozni. És ez, ami itt van, ami most van, ami körülvesz bennünket, ez nem igényel egy nemes anyagot. Ez nem tűri el azt, hogy az ember bronzot vegyen a kezébe, vagy egy fatuskót, vagy egy kőtömböt, vagy egy agyakkupacot, vagy egy bármit. Ezt nem lehet másba megcsinálni, csak amit az előbb mondtam. Avval meg már nem foglalkozom, mert büdös. És tehát az az egyik, hogy elment a munkától a kedvem. A második dolog az, hogy hát vannak az embernek korlátai, ugye elkezd remegni a keze, rosszabbul lát, és mikor már érzem, hogy ezek a korlátok bizonyos fokig behatárolják azt a munkafolyamatot, amit eddig gondtalanul tudtam csinálni, akkor azt mondja az ember, hogy na de te kis hülye, hát édeske, 80 évig éjjel-nappal dolgoztál, mindent megcsináltál, amit szerettél volna. Hát kell az neked, hogy most bele óbégassak a világba torz hangon az én nótámat. Hát sokkal hasznosabban tölthetem az időmet, ha szép csöndbe merengek azon, ami sikerült. Nyugodt a lelke? Hát abszolút nyugodt. Szóval minden este úgy fekszem le, hogy köszönöm, édes Istenem, nem vagyok vallásos, szóval esetleg nem szeretném, hogyha valaki arra gondolna, én csak istenfélő vagyok. Szóval én a jó Istennel mindig kontaktusban vagyok, de nekem ehhez nem kell tolmács, nem kell hozzá portás, aki hozzáenged. Én kapcsolatban vagyok vele. Én úgy kezdem a napot, hogy a Jóisten segítségét kérem, és az én számomra a vallás az azt jelenti, hogy gazdagabb volt az életem. Volt kihez fohászkodnom, és volt kinek hálát adnom. És mai napig is úgy vagyok vele. Hálát adok minden napé, hogy még megérhettem, hogy a családom körében lehetek, és akiket szerettem, azoknak egy részével, ha ők keresnek engem, akkor szívesen beszélgetek, hagyom, hogy eljöjjenek, de már új barátságokat nem keresek, senkivel nem szeretek hosszantartóan locsogni arról, hogy mi van, hogy van, mert ez csak abból állna, hogy szidom azt, ami körülöttem van. Én jelenleg olyan stádiumban vagyok a politikával, meg az egész világgal körülöttem, hogy mindenre csak azt tudom mondani, hogy megértem 84 évet, de ennyire rosszul még soha nem éreztem magamat. És hogy tervezi a 85-et megünnepelni? Hát majd Zéva eldönti. Addig is memoárt nem tervez írni. Nem csak azért, mert fárasztaná, hanem azért sem, mert csak benne a düh, a harag, és ezzel nem akar senkit sem megbántani. Évával harmóniában él Kispesten, sugárzó energiája az egész kerületet áthatja. Műveivel, mozgó szobraival pedig immár örökre megváltoztatta az univerzum szerkezetét.